A lakosság minden évben igénybe veheti az FKF Nonprofit ZRT éves, meghatározott időpontban történő, külön díjazás nélküli lomtalanítási szolgáltatását, melynek keretében november 8-a és 22-e között Rákos mentén is lehetőség van megválni a háztartásokban keletkezett nagy darabos hulladékoktól. A lomok kikészítésére vonatkozó tudnivalókat dr. Bakos András alpolgármester ismertette. Az FKF Nonprofit ZRT a törvényi szabályozásoknak megfelelően évente egyszer kerületenként eltérő időszakokban díjmentesen szállítja el az ingatlanoktól a háztartásokban keletkező nagy darabos hulladékokat. Mindez Rákos mentén az idei esztendőben november 8-a és 22-e között esedékes. A vonatkozó időpontok a kerületi önkormányzatokkal történő egyeztetéseket követően kerülnek kijelölésre a munkaszüneti napok figyelembevételével, utalt rá dr. Bakos András alpolgármester. A kihelyezések időpontja nagyon fontos, hogy a elszállítás előtti napon este 6 órától lehet kihelyezni ezeket a nagy darabos hulladékokat, amiket a lomtalanítás alatt elszállítanak. Ezt másnap reggel viszi az FKF csapata, a járművek és az emberek. Ugye itt eléggé fontos, hogy Rákos Csaba új telepen kezdünk 8-án, utána az egyes helyszíneket az fkf.hu/17. kerület, kötőjel lomtalanítás honlapon lehet megnézni, ott egy térképen pontosan jelölik, hogy mely napokon kell kihelyezni a lomokat. A lomok kikészítésének pontos ütemtervéről az FKF értesítő útján előzetesen írásban tájékoztatja az érintett lakosságot, azonban a lakcím szerinti dátumok a társaság honlapján közzétett speciális térképen szintén felelhetőek. Az előre lefektetett szabályok alapján a kidobásra szánt tárgyakat ezúttal is a lakóházak előtti hulladékgyűjtő járművekkel jól megközelíthető közterületre kell kitenni, méghozzá úgy, hogy biztosítsuk a gyalogos és autós forgalom zavartalanságát. Érdemes oda kihelyezni, ahova általában a kukákat szokták. Ahol nem érdemes kihelyezni, azok a járdák, ne akadályozzuk a gyalogos forgalmat, az úttestre nem szabad, tehát a gépjármű forgalmat szintén nem szabad akadályozni, és a kerékpárutakra is kifejezetten tiltott kitenni, úgyhogy oda ne tegyék ki. Lényeges, hogy próbáljuk meg megóvni a zöld felületeinket is, tehát ne a gyönyörű gyepre vagy a pázsitra tegyük a lomjainkat, ahova a kukákat szoktuk, próbáljuk összerendezni, és akkor így biztos, hogy el fogja vinni az FKF csapata. Továbbra is tilos megválni ilyenkor a lomnak nem minősülő dolgoktól, azaz a háztartási, a szelektíven gyűjthető csomagolási, illetve az elektromos és elektronikai hulladékoktól, az építési törmelékektől, síküvektől, a lehullott falevelektől, lenyesegedett ágaktól. A fővárosi közterület fenntartó ZRT a szolgáltatás égisze alatt ezek elszállítását nem teszi lehetővé, ahogyan a veszélyes hulladékok sorsáról nem gondoskodik a jövőben. A Rákosmentő önkormányzata szeretne a saját polgáriról gondoskodni ebben a formában, és ugye egy régi megszokás az, hogy a veszélyes hulladékot is mindig a lomtalanítás idejében le lehetett adni különböző pontokon. Na most ezt a Rákosmentő önkormányzata finanszírozza, tehát mi vállaltuk azt, hogy a polgáraink különböző pontokon leadhatják a veszélyes hulladékokat. Ezekről a rakosmente.hu honlapon találhatnak bővebb információt. Annyit még megjegyeznék, hogy fontos, hogy háztartási mennyiséget vigyenek, tehát ne 8-10 hektó festéket adjanak le ezeken a helyeken, hanem egy-egy vödörrel. A másik pedig az, hogy személyi és egy lakcímkártya legyen a leadóknál, hiszen munkatársaink, közterületfelügyelőink ellenőrzik, hogy csak a kerületiek számára biztosítjuk ezt a szolgáltatást. A felgyűlemlett lomokat évközben lakossági szelektív gyűjtő hulladék udvarokba lehet elvinni, ahol előzetes időpontfoglalást követően fogadják a polgárokat. Rákosmentén ilyen létesítmény a Gyökérköz 4 szám alatt található.